Hogyan került maga a Hajmáskéri tisztképzőiskolára? Hát ahhoz egy kicsit korábban kell kezdenem, mert hogy én Losoncon lettem katona a közvetlen az érettségi után 1944-ben, és ősi és tőzsgyökeres losonci a család, ennek ellenére édesapám, mivel katonatiszt volt, a Trianon után elkerült Losoncról Magyarország mindenféle részeibe, és visszakerültünk akkor, amikor az a felvidéki sáv, a felvidéki rész is visszakerült Magyarországhoz. Ott érettségiztem, és érettségi után édesapám úgy döntött, úgy tervezte, hogy ő, mint egy tüzércsapat parancsnoka, ha én katona vagyok, el tudja érni, hogy hozzá hozzákerüljek, és így a családját ő a háború utolsó éveiben egybe tudja tartani. Ez gondolatnak szép volt, azonban hiba csúszott a számításba, mert amikor bekerültem a katonaságba, mint önkéntes, akkor ezt úgy mondták karpaszományos, akkor e, minket rögtön átszállítottak a losonci e, bevonulás helyéről Hajmáskérre. Hajmáskér e, a Dunántúlon e, Magyarország e, tűzértiszti kiképzésének volt a központja, e, akkor a háború után pedig még jobban összezsújtolták oda a különböző e, helyekről származó e, Tiszti növendékeket, és e, hajmáskér volt a e, kezdeti kiképzésünknek a e, része a, a helye. E, talán október vége lehetett, 44-ben, amikor oda kerültem, és e, onnan, e, alig három hónap e, után e, már is tovább. Kerültünk tovább, menekültünk, mert hiszen az orosz front egyre jobban közeledett. Így Hajmáskérről nem is e, nagyon e, sok élmény van, illetve e, a lényeg az, hogy elkezdtek belőlünk tűzért tiszteket nevelni. Ehhez egy e, nagyon alapos matematikai, e, geometriai tudásra volt szükség. Eztnek a tanítását a gyakorlati oktatások mellett elkezdték, és e, sajnos e, csak elkezdeni tudtuk, mert annyira közel jutott az orosz e, harc, a, front, a frontok, hogy e, kénytelenek voltunk e, onnan e, tovább menekülni, mégpedig nyugat felé menekülni. A menekülés úgy történt, hogy a hajmáskéri állomáson 40-50 marhavagomból álló szerelvényt toltak be, minket 20-asával, talán vagy 30-asával egy-egy ilyen marhakosiba szállítottak be, vagonéroztak be. Akkor még kényelmesnek tűnt, mert a laktanyából az összecsukható ágyakat is vihettük magunkkal, ezzel jó elhelyezést igyekeztünk teremteni a marhavagonokba. Be vagoníroztak minket, és elindult a menekülés nyugat felé egészen eh, Wiener Neustadt volt az első olyan város, ahol megálltunk. Eh, ott eh, egy eh, hát, létszám eh, ellenőrzés történt, mert eh, voltak ügyeskedők már ez alatt, az útvonal alatt is, az, akik azért eh, megléptek, leléptek, eh, menekültek. A frontra vagy a Németországba való szállítás elől. Az egész iskolát kivitték, az volt a hátsó gondolat, hogy a közkatonáknál értékesebb az érettségével rendelkező katona, jövendőbeli katonatisztek csapata, tehát ezeket menteni kell. Mentettek minket, és a tisztjeinket, parancsnokunkkal együtt, oktató tisztjeinket. Így kerültünk ezekbe a vagonokba. A tiszteknek persze személyi vagonok voltak, így indultunk el nyugat felé menekülni. Egészen a magyar, magyarországi, talán ha 200 még annyi kilométer se volt a magyarországi szakasz, rettentő vontatottan lassan e, haladt előre. E, napközben e, ebéd és vacsora idejére megálltunk. Amint kikerültünk e, Osztrák, illetve akkor már azt németnek mondott területre, mert Ausztria akkor már Németország része volt, attól kezdve megváltozott a vonatok utazási sebessége, szinte száguldottunk, attól féltünk, hogy összedülnek a hevenyészve összeállított ágyaink. Szinte száguldottunk keresztül Ausztrián, Csehországon, Lengyelország sarkát érintettük. Én egy kis térképen próbáltam követni az útvonalat. E, Lengyelországon e, áthaladva a e, Szudéta területnek nevezett német a határ melletti területen haladtunk, mentünk. Az, hogy éjszaknak haladunk, azt nem csak a térkép mutatta, hanem az időjárás is egyre hűvösebb lett, egyre jobban fáztunk, dideregtünk, még aztán egyszer csak megálltunk egy helyen e, Grószbornra. Volt a helyiségnek a neve, ha meg jól emlékszem. Itt aztán e, kiszállás sorakozó, és elindultunk az ismeretlenbe. E, Groszbonba egy, e, egy németek által elhagyatott, nem tudom miokból elhagyatott, nagy laktanya épületbe szállásoltak el. E, nagyon kultúrált, e, központi fűtéses, nem cserépkályhákkal fűtött épületek, szobáink voltak. A mi szobánkban tizenketten voltunk, kényelmesen, bőségesen, jó táplálkozás koszt volt, és újból elkezdtük a tanulást. Mert hiszen, mondottam, velünk utaztak, velünk jöttek a tanáraink, a tiszti oktatóink is, folytattuk ott is a tanulást. Az első, mint minden katona kiképzésénél a úgynevezett alaki kiképzés volt, tehát hogy sorakozni tudjunk, hogy meg tudjunk állni, hogy tisztelegni tudjunk, és ilyen alapvető dolgok, de a leges, legbőségesebb, a legtöbb volt rendes osztálytermekbe, iskolai osztálytermekbe, főleg matematika és számtan trigonometria, ami az alapját képezi a tüzértiszti tudásnak. Akkor még, mint karpaszományos honvédek, tehát a legalacsonyabb rangban lévők, csak puska, a akkori rendszeresített és a hadseregnél bevezetett puska volt, persze töltény nélkül, és ennyi volt az összes katonai felszerelés az egyenruhán kívül. Grószbordban érkeztek a hírek is, mint mindenütt, hogy egyre jobban közelednek az oroszok talán nem volt több idő, mint egy olyan két, három, négy, hét, amennyit ott töltöttünk, amikor megjött a parancs, hogy olyan közel vannak már az oroszok, és egy orosz ég előre tört éppen a, ennek a, mert hogy Groszborn az északi tengerpartján volt a tenger, Part mentén, és rendkívül nagy gyorsasággal közeledik hozzánk, tehát ki kell üríteni ezt a területet. Így aztán elindultunk ott a hideg télbe, jó 30-40 centiméteres hóba, illetve elindultak a csapatok, mert az én egységem az még ott maradt hátvédnek, hogy az utolsó pillanatig legyen egy egység azon a Groszborni katonai táborba. A menetelés az első egy-két napon olyan napi 20 egy néhány kilométer volt a hóba, bizony meg sínlettük, megviseltük, annál is inkább, mert lóztunk mindenhol, mivel vittünk magunkkal mindenfélét. Aztán eh, a, megragadtuk azt a lehetőséget, hiszen addigra ez az egész eh, katonai egység szétszóródott. Eh, egyes eh, gyalogolócsoportok 6-8-10 eh, voltak mindössze. Eh, mi mindenféle közlekedési eszközt igyekeztünk megragadni, ha egy lovaskocsit láttunk, amelyik abba az irányba halad, vagy egy teherautót. Emlékszem egyszer, hogy a háború legutolsó éveiben mi célból, de kivágott fenyőfákat szállító utánfutós teherautó állt meg a tiszteletünkre három hosszú talán 15 méteres fenyőfa, a sofőr intett, hogy felmászhatunk. Hát alig tudtunk felkapaszkodni, mert jeges, deres volt a megfagyott fatörzs külső része, de azért felkapaszkodtunk, és azzal is haladtunk tovább legalább 30-40 kilométert. Leelőztünk sokszor gyalogosan menetelő katonatársakat, Láttuk, hogy killódnak a gyalogmenetben. Azt tudtuk, hogy a cél Éger. Ez a annak akkor német nevén ismert Csehszlovákia, Németországgal határos területén lévő kisváros volt, és az volt a parancs, hogy ott találkozunk. Hát mi is ebbe az irányba haladtunk. Mindenféle közlekedési eszközzel vagy gyalog, hogy elérjük ezt a célt. Ja. Nem volt gond az élelmezéssel az út közben? Azért nem volt gond, mert részben vittünk magunkkal, hiszen amikor mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a tábort, ott még sok ennivalót találtunk. Azután Azért sem volt gond, mert eh, ahol németeknél megszálltunk egy-egy éjszakára, vendégül láttak eh, bőségesen, eh, hiszen mezőgazdasági terület volt, így ők a háború utolsó éve ellenére is bőven el voltak látva élelemmel. Újból összeszámolták az egységet, eh, és... Újból elkezdték a továbbképzést, ott is egy korábban talán németek vagy csehek által lakott laktanyában helyeztek el. Ennek voltak tantermeid, így ezeken a helyeken ugyanúgy folytatódott az iskolai kiképzés. Azzal a különbséggel talán, hogy itt már a két front a keletéről közeledő oroszok és a nyugatról közeledő amerikaiak, angolok egyre közelebb értek, ezért egyre több légi támadásban volt részünk. Légi riadóban? Nem csak riadó, néha a várost is bombázták, elsősorban a repülőtereket. Éger mellett volt egy katonai repülőtér, azt nagyon célpontnak, tűzték ki maguk elé, de magát a várost is életemben először láttam ott olyan bombatámadást, hogy a város belső részét, a belvárosát, a lakott részét szinte a porig lebombázták. Mi magyar katonák is igyekeztünk akkor segíteni, kimenteni, akit lehet és a lent e, várakozó családoknak a bútorait, holmiait e, kimenteni a félig összedőlt házakból. A közhangulat akkor már e, réges-régen elveszítette azt a németektől, e legalábbis a propaganda propagandagépezetben itt nálunk hallott lelkesedést, nem nagyon lelkesedtek bizony azok a szerencsétlen emberek, akiket kibombáztak a lakásukból, és akinek mindenük, sőt, rokonaik, barátaik, szeretteik is ott vesztek a bombázásnál. Nem lehet ott már német lelkesedésről egyáltalán beszélni sem. Égerben, ahogy mondtam, egyre többet ért minket utol bombatámadás, Ilyenkor az oktatás megszakadt, és menekültünk a városszéli erdőkbe. Miután ez egyre gyakrabban ismétlődött, és hát a parancsnokainknak, tisztjeinknek bizonyára ennél sokkal részletesebb információkban is részük volt. Egyik napon összegyűjtöttek, sorakoztattak bennünket, és gyalogmenetben elindultunk e, valamiféle kisebb faluk irányába. E, útközben e, az e, erdőségeken, ezre emlékszem, erdőkön mentünk keresztül, e, az erdőszélén itt-ott e, megművelt mezőgazdasági területek, egy krumpliföld mellett emlékszem, észrevettük, hogy még számos krumplit benne felejtettek a földbe, így magunk is gondoskodtunk a saját ellátásunkról. Csajkában tüzet raktunk, megtisztítottuk, darabokra vágtuk a krumplit, vízbe megfőztük, megsóztuk, és ez volt az élelem. No, ebből a kicsiny erdőből tovább vezényeltek egy közeli falucskába, ott az első éjszakai szállás egy beton padlójú, kiürített, réges-régen kiürített gyárépületnek lehetett a csarnoka, itt gyűjtöttek össze, és a következő napon sorakoztattak. Tisztjeink bejelentették, hogy most pedig angol vagy amerikai hadifogságba kerülünk. Sorba álltunk jeepekkel, talán teherautókkal is megjelentek az amerikai tisztek, kijelentették, kiadták a parancsot tolmácson keresztül, hogy mindenki mindenféle fegyverét rakja le, egyenként kellett elvonulni előttük, és hát eldobtuk, a, akinek pisztolya volt, a fegyvereket, mindent. Összesorakoztattak bennünket, és visszazártak ugyanebbe a, a, a nagy csarnok épületbe, azzal, hogy másnap haladunk tovább, az első amerikai meglepetés volt, hogy rögtön élelmet is adtak az amerikaiaknak. Mi breakfast csomagnak neveztük, tehát egy reggeli csomag ezek rendkívül praktikus módon vízmentes eh, karton dobozokba, eh, viasszal vízmentesített karton do do dobozokba zárt mindenféle élelmiszer, eh, eh, teja, eh, száraz sütemény felvágott, eh, mivel eh, kenyér ott nem nagyon lehetett még öt szál cigaretta és a hozzávaló gyufa is, és ezt a viaszos tartalmú papírt lehetett felhasználni arra, hogy meggyújtsuk, és azzal főszük meg a teját, ami ugyancsak benne volt ebbe a csomagba cukorral együtt. Ez volt az első találkozás az amerikai katonai ellátással. Ezek az első benyomások, nem is tudom, kedvezőek, mindenképpen kedvezőek voltak bennem, bántottak bennünket, nem csináltak semmiféle fenyítéseket. Azt bejelentették, vagy hírulatták először is, hogy a tiszteket külön választják és teherautókon visznek egy hadifogolytáborba. Ez aztán a következő napokon került sorra. Én úgy emlékszem, hogy Bajra itt volt talán az egyik város, és aztán onnan tovább a Németország déli határával szinte párhuzamosan egészen addig, mind egy napon a teherautókkal, nem is tudom, hogy talán még 80-100 kilométert is megtettünk, mert száguldottak az amerikai teherautót vezető néger so sofőrök. <coughs> Így értünk el a legnagyobbik gyűjtőtáborba, Bátkrajcnakba. Hát ezekbe az első táborokba mondhatnám katasztrofálisak voltak a körülmények. Volt úgy, hogy egy városi parknak a területére zsúfoltak össze. Ott is csak ilyen reggeliző csomagokat kaptunk ellátásként, de semmi egyéb, se fekhely, se sátor, se, semmi csak annyi, hogy a, ennek a parknak a négy sarkán amerikai katonai őrszemek voltak, akik azokat, akik megpróbáltak menekülni bárfelé, kérdés és megfontolás nélkül lelőttek vagy legalábbis lövésekkel fenyegettek a visszatérésre. Ez ilyenek voltak itt a nem is táborba, mert hát itt csak a, éppen, hogy az éjszakát eltölteni alkalmas területeken tudtak minket összezsúfolni. Ez az legutóbbi példa, amire visszaemlékszem, ez bizony nem volt körülkerítve, vagy annyira, amit egy ö, ö, városi park ö, kerítése volt. Voltak azután, ahogy közeledtünk, a úti célunk felé már egyre szervezettebben megépített. Ö, drótkerítéssel körülzárt eh, táborok is, addig, amíg meg nem érkeztünk a legnagyobb ilyen gyűjtőtáborba, Bad Krajcnakba. Würzburg eh, arról eh, maradt meg az emlékezetembe, eh, hogy itt eh, volt a eh, történelem eh, könyvek szerinti és a háború történetét ismertető leírások szerint is a legkegyetlenebb polgári lakosság ellen irányuló légitámadás. Würzburg belső részéből szinte semmi sem maradt éppen, porig bombázták, akkor már egyértelműen nem is katonai célokat megcélzó vagy célba vevő bombatámadásaik a Würzburgot elpusztító bombatámadásról még manapság is lehet hallani a német hadi történetekben. Bátkrajcnak már eh, a eh, amerikai precizitással berendezett, eh, rendkívül sok ember tárolására alkalmas eh, hadifogolytábor volt. Talán eh, olyan egy kilométersel, egy kilométeres területek voltak drótkerítéssel körülkerítve, egymástól elválasztva. Ezeken a területeken e, már nem volt az a zsúfoltság, mint a korábbi elhelyezkedéseink esetében. Ezek e, a területek e, majdnem, hogy. E, hogy úgy mondjam, önkiszolgálással rendelkeztek, mert mindegyiknek volt saját konyhája, kapták a beszállított élelmiszer nyersanyagot, a hadifoglyok közül kiválasztották, akik a szakács tudományhoz értenek, adminisztrációt is a hadifoglyok közül választott személyek végeztek, de persze ugyanúgy körülzártan éltek ők is, mint mi valamennyien. Mi akkor ott hatan e, álltunk össze a magyar csapatból, részlegből, mindannyian felvidéki, Losonci vagy Losonc környékiek. A felszerelésünkből megőriztük azt a sátorlapokat, ami e, alapvető felszerelés volt, és ami e, három darabból összegombolva egy kerek lapos kis sátrat lehetett felállítani. Ebben a hat ember elhelyezésére alkalmas sátorban laktunk, rendszeres főtt étkezést kaptunk, úgyhogy még ebben sem volt különös hiányunk, de valamennyiünknek hátizsákjában még volt magával hozott élelmiszer is, Úgyhogy nem panaszkodhattunk arra, hogy éhesek maradunk. Mosdó volt kifejezetten még zuhanyozóval is ellátva, akkor még nem volt nagyon hideg ezen a területen, úgyhogy tudtunk megfelelően tisztálkodni a WC az, mivel hát elég sok ebben kellett kiszolgálni, mélyre ásott gödör, és előtte egy nyers fából készült ülőke, ami sorba ültek, ültünk egymás mellett. Ez nem volt túlságosan kultúrát, de ha egy ilyen megtelt, akkor betemették, és ástak mellette egy másikat. Élősködőkkel nem volt problémájuk? Itt még nem. Később azután valóban nagyon sokszor, de itt ezen a területen még nem. Volt ilyen, hogy fertőtlenítés amerikaiaknak? Igen. Minden egyes alkalommal, ahol egy táborba érkeztünk, Azóta már úgy tudom, be is tiltották a DDT nevezetű rovarírtó, ami iszonyú hatású, állítólag éppen azért, hogy még emberre is ártalmas eltiltották, de kétségtelen, hogy egy ilyen porral, DDT porral való kezelés után mindenféle élősködőt kiirtotta. Kapcsolatban voltak az amerikai őrökkel? Nem, nem. Az amerikai őrök a minden egyes ilyen egy-egy kilométeres területű egységnek a ö, négy sarkán, tornyokban ö, őriztek, és hát ott már nem is nagyon készültek az emberek arra, hogy megszokjanak. Legalábbis mi, magyarok, mert fogalmunk se volt még arról se, hogy merre fele menjünk. Úgy lehet érteni, hogy nem csak magyarok voltak ott, hanem más nemzetiségű katonák is? Így bizony volt ott mindenféle nemzetiségű, de hát túlnyomó részt a német. A németek közül is a német közkatonák egy nagy csapata, és a német SS is. Ezek külön egységben, külön területen voltak elkülönítve a többiektől. A következő történt. A német, mert a táborparancsnokság mindenütt német volt, a németektől Franciaországba kértek munkára német hadifoglyokat. Ők erre a célra egy német SS csoportot jelöltek ki, Azonban a kijelölés és az elindulás között eltelt időben a helyismerettel rendelkező németek közül rengetegen elszögdöstek. Márpedig a német precizitás szerint pontosan stimmelni kellett a létszámnak, és mivel a létszámban hiány volt, ők ezt pótolták azokkal a magyarokkal, akik e, ott egy másik tábor részben voltak. Mi nekünk akkor fogalmunk sem volt arról, hogy minket eszeszek helyett e, csapnak hozzá egy Franciaországba induló alakulatba, de mint utólag megtudtuk, ez volt a valóság. Hogyan kerültek Franciaországba? Mert gondolom Franciaországba kerültek. Így van, Franciaországba kerültünk úgy, hogy bevagoníroztak itt is, mint e, a, e, korábban már velünk többször megtörtént, azzal a különbséggel, hogy itt e, e, talán 60, de még az is lehet, hogy 80 embert sokszor állva alig fértünk el egy-egy marhavagomba. Bevagoníroztak, ránk zárták az ajtót, és e, elindult a vonat, hogy merre vitt végül is Krajsznak Németországnak a déli, dél délkeleti vagy délnyugati részén van inkább, mi csak kileskelődve a vagon részeiről tudtunk egy-egy állomás címkéjét vagy megnevezését elolvasni, és így tűnt fel először, hogy Franciaország irányába, majd később már francia városneveket olvasva megállapítottak, hogy Franciaországba érkeztünk meg. Útközben semmi, hermetikusan el voltunk zárva, sőt, az első Franciaországi helyre való megérkezéskor napközben volt valamikor, nem nyitották ki a vagonok ajtaját. Vártunk és vártunk, míg aztán késő éjszaka és sötétben nyitották ki az ajtókat, sorakoztattak és indultak, indítottak bennünket a város szélén álló hadifogolytáborba, mint később megtudtuk azért, mert a franciák annyira gyűrölték az eszeszeket, hogy a tábor őrzői attól féltek, hogy minket meglincselnek, megtámadnak, megdobálnak, inzultusok érinten, érintenek, hogyha meglátják, hogy ott egy ilyen csoport vonul ki végig. És maguk nem tudtak, hát nem tudtak szólni a fogvatartóiknak, hogy maguk tulajdonképpen nem is eszeszek? Nem is nagyon tudtunk értekezni. Mondjuk én a gimnáziumban francia nyelvet tanultam négy éven keresztül, úgyhogy én valamelyes tudtam volna, de ez egyáltalán nem érdekelte a franciákat. Ők darabszámra kértek ennyi és ennyi foglyot, alapvetően, mint később meg tudtuk munkára, És az, hogy itt. SS vagy nem SS, hogy magyar vagy német, az őket abszolút nem érdekelte. Tudna példát mondani arra, hogy hogyan viselkedtek a francia őrök? Kegyetlenül. Az első uh, alkalommal uh, én mindig arra gondoltam, hogy a Franciaországban, uh, ahogyan korábban uh, filmekről, egyebekről láttam, uh, gyönyörű szép nők, de eh, rendkívül eh, arrogáns és kemény vonásokkal rendelkező, sokszor, eh, mint ahogy kiderült a mi őreink között is, eh, idegen, eh, afrikai, eh, algériai, mert akkor Algéria még Franciaország terület volt, Algériából származó eh, emberek szolgáltak. Ezek ...nek a e, kegyetlen viselkedése e, meglepett ugyan, de más nem lehetett várni. Kegyetlen viselkedés volt, mert egyszer például elrendelték, e, no, az, hogy minden egyes létszámellenőrzésnél a zsebeikből mindent ki kellett pakolni, és azokat, ahogy a sorok között sétáltak, úgy vágták zsebre az órákat vagy a tulajdon tárgyainkat, hogy nem is tehettünk ellene megjegyzést, de az történt, hogy azt a parancsot adták, hogy mindenki a felső ruháját vesse le, és dobja maga elé. Látták, hogy jó minőségű öltözékbe voltunk, hogy kifogástalan lábbeli, sokan, sokunkon csizma, volt, ezeket összegyűjtötték, összeszedték, és mi ott álltunk alsó fehér nemükben, így zavartak visszaaludni. Ahogy erről megmenekültünk, annak az az érdekes eseménye volt, hogy minden reggel a francia táborokban zászló felvonás volt, és a zászló felvonáshoz ki kellett vonulni az összes hadifogolynak zárt sorokba, alakulatba. A felvonást egyik reggel, második, harmadik reggelen egy magasrangú francia tiszt is részt vett rajta, és amikor meglátta a Ingbeg atyára vetközött hadifoglyok seregét, kegyetlen dükre gerjedt, és megérdeklődve, vagy mi történt, megparancsolta, hogy azonnal adjanak vissza minden felsőruhát és minden ruházati cikket. Na, mivel ezek egy halomba voltak hányva, akkor ugyan nem tudta senki sem kikeresni a saját magáét, de azért mégis felsőruházathoz jutottuk. És közben, zajd, közben szólt a francia himnusz, a, a Marseilles, a, a, miközben mi ott álltunk én nekem a közelmúltban is eszembe idézték a francia hadifogság kegyetlenségeit annak kapcsán, hogy éppen néhány hónappal ezelőtt újságcikkben értesültem, hogy az orosz hadifogságban szenvedők nyugdíjemelést kapnak, a nyugdíj részeként korábban már kiadott hadifogoly pótlék a két éve belül a duplájára emelkedik. Erre én egy levelet írtam a, 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 a minisztériumnak, azzal, hogy miért csak az oroszok részesülnek ilyen megkülönböztetett elbánásban, hiszen aki tudja, hogy a francia hadifogságban milyen körülmények voltak, azok ...nak joggal felmerül a kérdés, hogy ugyan ők mennyiben érdemlik, vagy mennyiben kevésbé érdemlik meg ezt a nyugdíj emelést. Rövidesen, nagyon rövid idő alatt választ kaptam, hogy minden olyan hadifog, hadifogságban töltött, időszakra vonatkozik ez az emelés, tekintet nélkül arra, hogy német, hogy angol, hogy francia, vagy hogy orosz, akik a nyugdíjintézettől ezt a pótlékot megkapják. Kegyetlen viszonyok voltak az egyik táborban például, mert hiszen ez volt az alapvető kérdés, kegyetlen viszonyok voltak, az egyik táborban egy volt konzervgyárnak a föld területén sárgarépát termesztettek. Ebben a táborban nem kaptunk más tenni, mint erről a területről betakarított sárgarépát. Az egyik napon nyersen, a másik napon vízbe megfőzve, így a Nyers sárgarépát úgy próbáltuk él, egyáltalán élvezhetővé tenni, hogy például kockákra vágtuk, és e, papírral, tüzet rakva a csajka alatt egy kicsit megpirítottuk, hogy legalább valami íze legyen. Ebben a táborban e, nagyon sokan meghaltak a magyar hadifogolytársak közül. E, más forrásokon, olvastam arról, amit, amire én magam is emlékezem. Körülbelül 800-an voltunk, akik a akik ebbe a francia adifogságba eszeszek pótlására elküldtek, és ebből a 800-ból abban a táborban összesen alig 200 maradt. A többiek én nem mondom, hogy valamennyien meghaltak, de nem egy reggelen ébredtem úgy, hogy a tőlem második vagy harmadik távolságra fekvő hadifogolytársam már nem ébredt fel. Voltak olyanok, akik megszöktek, voltak olyanok, akik megbetegedtek és kórházba kerültek, de a tény, a számok, ezt mondják és ezt igazolják és ezt mások is igazolják előttem. Maga minek köszönheti ezt, hogy túlélte ezt a szörnyű fogságot. Két dolognak, egy jó barátom a Francia hadifogságban néhány napra egy francia konyhára került ő ételmaradékokat összekapargatva éjszaka folyamán, vagy este, amikor vége lett a munkája, be tudta csempészni, amivel valamennyire fel tudta javítani a kosztot. A másik dolog az, hogy egy amerikai vöröskeresztes bizottság látogatta meg ezt a tábort, és amikor meglátta a 40-50 kilóra lefogyott hadifoglyok seregét, azonnali hatállyal egy vörös keresztes orvosi bizottságot küldött hozzánk, és azonnali élelmiszerpótlékot egy néger sofőr vezette, soha nem felejtem el a hatalmas nagy teherautót, megrakva a már ismert reggeliző csomagokkal. A francia ö, őrség a kapunál útját akarta állni, ez azonban ö, gázt adott, keresztül törte a ö, hát vékony drótkerítést, a ö, tábor közepén megállt, felugrott a teherautó tetejére, és két kézzel szórta közé a, közénk a ö, reggeliző csomagokat. Ez volt az első Öh, hogy mást is kaptunk enni, mint sárgarépát. Jó. Még visszatérhetünk? Igen. Még maga azt is említette, hogy, hogy mivel hogy maga edzett volt, mert, mert maga sportolt az előtt, ez is közre játszhatott ebbe, hogy túlélte. Ugye? Így van, mindenképpen a túlélésem, mert annak is köszönhetem, hogy én rendszeresen sportoltam már a középiskolában, amellett Losoncon a téli időkben korcsolyáztam, ott tanultam meg síelni, és az is sikeres eh, volt. Édesapám, mint katonatiszt és nagy lovasember lovagolni eh, tanított meg egészen magas szinten, eh, úgyhogy eh, a kerékpározás a eh, losonci eh, iskolai évek alatt szinte rendszeres elfoglaltság volt egyszer az osztály eh, csapatával Losoncról Salgó kerékpároztunk át, és onnan este vissza, úgyhogy megvolt az erőnlét, ez mindenképpen hozzásegített a túléléshez. A, valóban a fizikai állapot mellett mindenképpen rendkívüli fontos volt a, a hit. Én ö, Számtalan motozáson keresztül meg tudtam őrizni azt a kis bibliát, amit még édesanyámtól kaptam. Egy lapos kicsi könyvecske volt, csak az Új Szövetség, és benne a e, hozzáfűzve a Zsoltárok könyve. A Zsoltárok könyvéből is két sort ismételgettem minden este e, az ibáimnál e, ezt a két sort a mai napig sem felejtem el, az 50. Zsoltárnak a szavai voltak, teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, az erős lelket újítsd meg én bennem, és a szent Lélek erejével szabadíts meg engem. Ez a szabadíts meg engem volt az, amiben minden áldott este, éjszaka belekapaszkodhattam az egyik e, e, franciaországi e, hadifogoly táborban, ahol e, a szállásunkat egy e, volt gépgyárnak a e, beton e, padlójú helyiségében e, kaptuk, leltük meg, és e, e, visszaemlékszem, 101 néhány szemére adtak két bála szalmát, hogy azon feküdjünk, hát e, gondolhatni lehet, hogy mennyi e, jutott abból egyre-egyre. Mellettem a második vagy harmadik helyen e, feküdt a velem azonos nevű e, ördög Bertalan, e, aki e, azt tűnt fel nekünk az első pillanattól kezdve, mert itt már nem nagyon volt. E, Lehetőségünk a pontos, precíz tisztálkodásra talán csak egyetlen vízcsap volt. Ez a Berci minden étkezés előtt, minden étkezés után, minden naponta többször is állandóan mosta a kezét, súrolta a kezét. Mondtuk is, hogy aki ennyire kényes, annak a szervezete nincs felvértezve az ellen számtalan fertőzés ellen, amiben itt részünk volt, részünk van, mert itt már bőven volt részünk e, tetőbolha és e, mindenféle e, ízelt lábúnak a támadásával is. E, kézzel e, szedtük ki egymásból a tetőt, e, de hát persze megszabadulni nem lehetett tőle. De ott semmiféle fertőtlenítés nem volt. No de ebben a táborban, mondom, szinte a kitartásunk végső pillanatában ért minket ez az amerikai ellenőrzés és egy svájci Vöröskeresztes Bizottság innen össze. Fogtak, teherautóra ültettek, és egy amerikai táborba vittek, amelyiknek egy teljesen elkülönített részlege volt az oda beérkezők tábora. Ezt a tábort az amerikaiak fertőtlenítették, gázálarcos kesztyűs öltözékben, hogy ők meg ne fertőződjenek, a fekhelyeinket, a ruhánkat, az alsó fehér fújták be ezzel a DDT-vel, egy délelőtt folyamán, és délután már egyetlen egy bogár, semmi ízelt lábú nem volt, ez olyan hatásos megoldás volt még visszakérdezek, jó? jó? Volt ott egy olyan esetük, amikor belőttek a francia őrök a barakra. Igen. A francia fogságban a kegyetlenségnek nem volt határa. Előfordult nem egyszer, hogy a őrtoronyban álló francia géppisztolyával végiglőtte a barak Fából készült a deszkabaraknak a falait olyan ember magasságban. Ez azt jelentette, hogy ha valaki nem feküdt le a takarodó idejére, hanem állva maradt, az ö, azt el is találta. Szerencsére az én ö, táborhelyemen ilyen ember nem akadt, ö, talán hírül is kaptuk, hogy itt ilyen kegyetlenkedésekre is sor kerül de amikor a takarodó volt, akkor abban a pillanatban feküdtünk a betonpadlóra. Úgyhogy ez többször is megismétlődött? Ez megismétlődött több, több napon keresztül is. Le lettünk fertőtlenítve, érdekes módon akkor már nagyon elkeveredtek a volt ismerősök, sőt a magyarok sem voltak tisztán elkülönítve, mi németekkel együtt nem tudom milyen okból kifolyólag kerültünk egy tábor részbe, abban a sátorban, amelyikben én kaptam helyet, ott rajtam kívül talán még egy magyar volt, a többiek mind németek. Itt tudtuk meg azt, hogy ez az a tábor, ahonnan a hazafelé induló, a szabaduló hadifoglyok fogják elhagyni a tábort, illetve tehát aki ezt a tábort elhagyta, az már nem hadifogoly többé. Mérülő kamp volt az a tábor, ahová a Vöröskeresztes vizsgálat után elszállítottak minket. Ebben a táborban már nem voltak el külön választva, nem voltunk külön válasza, mint magyarok, illetve össze voltunk keverve németekkel, abban a sátorban, amelyikben én laktam, talán még egy magyar volt rajtam, kívül a többiek németek. Az első időszakban orvosi precizitással ügyeltek arra, hogy a teljesen lefogyott, lesoványodott szervezet nehogy túl sok ételt kapjon, úgyhogy rendkívül eh, precízen adagolt eh, reggeli ebéd-vacsora eh, volt. Nagyon kevés, és mindig éhen maradtunk, de eh, rendkívül rövid idő alatt, hiszen a fiatal szervezet hamar regenerálódik, rendkívül rövid idő alatt nyertük. Azt a testsúlyt, amivel én is 61 néhány kiló körüli testsúlyjal kell, ahogyan bevonultam a katonasághoz. Én úgy emlékszem, volt az a tábor, ahol a közelben lévő sárgarép Föld, egy konzervgyárnak a területe, arra volt a franciák esetében alkalmas, hogy mi kizárólag sárgarépát ettünk. Sárgarépát nyersen, sárgarépát főzve, vagy ha mi magunk meg nem sütöttük, vagy megsütöttük, akkor sütve. Ez az egyoldalú és rendkívül kevés kalóriát tartalmazó táplálkozáshoz kaptunk egy kerek kenyeret, kilós kenyeret 12 vagy 14 fő részére egy napra. Elképzelhető, hogy ebből mennyi kalória jutott a szervezetbe. Eh, ennek lett az a következménye, annak az az eredménye, hogy én akkor eh, talán 38 vagy 39 kiló, de a 40 kiló testsúlyt nem értem el. Csont és bőré le voltam fogyva, de a többiek is. A hadifogói táborokban eh, lehetett eh, levelet írni, levelező lapot, sőt, még nem is, levelező, nem is kartont, hanem egyszerű újság vagy írópapír, minőségű papírt, előre nyomtatott szöveggel. Én nekem az otthoni címek közül meg sem próbáltam odaírni, mert tudtam, hogy az utolsó cím, amit Losoncról ismertem, azt a címet már szüleim elhagyták. Ide tehát hiába is írtam volna, annál is inkább, mert közben azt is megtudtuk, hogy a Losoncot újra visszacsatolták Csehszlovákiához. Így aztán egyetlen egy cím maradt, amit nem is tudom milyen megfontolásból fölírtam és megőriztem magamnak, egyik unokahógom a háborús évek idején Svájcban, Svájcban menekült, ő akkor 17-18 éves, ha lehetett, talán még annyi sem, és annak a családnak a címe, ahova ő menekült, az a Svájci cím nekem megmaradt. Amikor mondták, hogy lehet írni, és hát mindenki próbálkozott a saját, otthoni címére érni, én nekem ez az egyetlen cím tűnt olyannak, ahonnan esetleg választ remélhetek. Írtam is erre a címre, és kaptam is választ, ma is őrzöm ezt a kis papírcetlit, amiben az van írva, hogy ők sajnos az otthoniakról senkit semmi információval nem rendelkeznek, mert a kislány unokahógom már régen a háború végén visszautazott, és azóta nekik nincs Magyarországgal kapcsolatuk. Édesanyám és az otthoniaknak semmi hírük nem volt, mindaddig, amíg egyik hadifogolytársam, aki ugyancsak a felvidékről számlazott, és szlovák, illetve cseszlováknak vallotta magát, és őket hamarabb haza küldték. Amikor valaki hamarabb ér, vagy tud szabadulni egy ilyen helyről, akkor azt az ismerősök, barátok ellátják rengeteg címmel, hogy ennek is írj, ennek is írj, ennek is írj. Ez a fiú Csett, neki Béci, ma is emlékszem a nevére, ő, illetve a húga írt édesanyámnak egy pársoros levelet azzal, hogy együtt voltunk hadifogoly táborba, és én élek. Többet nem. Ez volt az az első hír, ami édesanyám, amit édesanyám megkapott, és ami eljutott hozzá arról, hogy én egyáltalán élek és meg vagyok. Maga gondolom nem kapott levelet, vagy kapott? Ezen a svájci válaszlevélem kívül semmiféle postát, levelet nem kaptam. Már említettem talán, hogy méli Kamp az utolsó franciaországi tábor, volt az a tábor, ahonnan eh, soha nem tudtam rájönni, milyen megfordulás alapján eh, összeválogattak hazatérő csoportokat, eh, németeket, magyarokat, eh, mindenféle nemzetiséget érdekes módon, és nem tudom, hogy miért, egy elég korán induló csoportba azok kerültek bele, akik csehnek vagy csehszlovákiából valónak tartották magukat. Ezeknek nyilván először is a nyelvel kellett tisztában lenni, ismerni kellett a nyelvet. Én a szlovák nyelvet pár szó kifejezés kivételével nem ismertem, tehát erre amúgy se tudtam, mertem volna vállalkozni. Ezek voltak azok, akik legelőször hazakültek, és utána minden héten indítottak egy-egy vonatot. A listát esténként emlékszem a sátorban egy valaki, talán azt hiszem a sátor kapta meg, és ő olvasta fel. Minden héten nagy izgalom előzte meg persze ezt a listának a felolvasását, és azután azon a napon, amikor az én nevem is elhangzott ezen a listán, hát kimondhatatlan, végtelen nagy öröm töltött el, hogy végre én is elértem ezt az időt. Egy-két nap volt mindig a vonatnak, a szerelvény elindulásának az idejéig, amit még ott kellett tölteni. De hát az már az öröm jegyében telt el. Felolvasták a nevemet a hazatérők listáján, és ilyenkor ezt követő napon egy másik tábor részbe kerültünk. Ö, ott már nem is nagyon ö, érdekelt minket az ellátás és elhelyezkedés, és semmi. szinte a perceket számoltuk kaptunk először is egy szabadító levelet, és valami csekély elszámolást, a, nem tudom, hogy milyen alapon számolták ki, de az az összeg, amit én megkaptam, az a hazaérkezésem után még egy doboz gyufára sem volt elegendő. Minden esetre az adminisztrációhoz ez is hozzátartozott, ezt is megkaptuk és másnap reggel felsorakoztunk, most már végre nem marhavagomba, hanem személy szállításra alkalmas vasúti kocsikba szállítottak, ültettek be, és ezzel indultunk hazafelé. Méli a német, olasz, határ mentén eh, Ausztriába értünk, és talán az volt egy kis furcsa, megrázó érzés, eh, amikor eh, talán Brünn környékén eh, a eh, szovjet-angol eh, vagy talán amerikai határon keltünk át. Az a folyó képezte akkor a két Megszálló terület közötti határt. Arra gondoltunk, hogy na hát akkor most már részben hazaérkeztünk, ha nem is Magyarországra, de a Szovjet által megszállt területekre. Nem volt valami probléma, hogy még azt talán megkérem, hogy volt valami kísérletük is az úton? Valakik voltak hivatalos személyek, de hát azok már csak talán vasutasok voltak, ott már nem volt semmilyen őrző személyzet, vagy ilyen. Nem is vették figyelembe, hogy valaki leszáll, vagy nem száll, vagy, vagy tovább utazik. Nem. Amikor ezen átkeltünk onnan Bécset elkerülve, már hamar áttértünk a magyar határon, és hát nagyon nagy kő esett le a szívünkről, amikor végre magyar beszédet hallottunk az állomás, állomáson sorakozó összegyűlt emberek között. Rendkívül különleges érzés volt az, amikor Linznél az amerikai és szovjet megszállási övezet határát haladtunk át. Emlékszem, egy folyóhídjának a közepén volt az első szovjet katonatiszt, akit megláttam. Így jutottunk be a szovjet zónába, mert Magyarország is ahhoz tartozott akkor. És volt valami közvetlen valami találkozásuk a szovjetekkel? Maguknak? Nem, nekünk nem volt egyáltalán találkozásunk velük. Ott ebben a hazafelé gördülő szerelvényben már semmi őrszem nem volt, senkik nem vigyáztak ránk. Érdekes módon a hazaérkezés után a vonatunk a Komáromi erődbe, a Komárom állomásán állt meg, és onnan minket a Komáromi erődbe vezettek, ahol újból és egy utolsó ellenőrzésen estünk át, hiszen akkor is, mint ahogy korábban sok esetben is az ss eket válogatták ki vagy ellenőrizték. Ez azonban nem tartott. Néhány percnél tovább ö, kaptunk egy szabaduló levelet, egy kis papírt, és azzal mehetett Kiki a saját ö, ö, lakt, általa ismert lakcím ö, men hazafelé. Azt megkérdem, hogy ez valami vizsgáló komiszió volt, hogy kérdeztek maguktól Igen. valamiket. Igen, ez, ez egy ellenőrző, egy vizsgáló hát bizottság, nem bizottság volt, mert végül is egy szál ember volt, aki kérdezett. Tőlem azt kérdezte, emlékszem, hogy miért mentem önkéntesként a háborúba. Azt mondtam, hogy azért, mert édesapámmal így láttuk legjobbnak. És ezzel a téma le volt zárva. Több vizsgáló, vizsgáló kérdés nem volt. Nem volt valami olyasmi, hogy lefokozták magát? Mert talán Ez, ilyen nem. Végső soron minket akkor neveztek ki az első Csillagos rendfokozatba karbaszományos őrmesterré, amikor már nem volt a katonai fegyelem, vagy azt hiszem ez talán visszagondolva, szinte önkényes akciója volt a mi parancsnokunknak. Hogy hát akkor, ha már innen szanasszi elmentek a hadifogság előtt, akkor ne menjetek csillag nélkül. Ezt a kinevezést viszont már nem fogadták el a itteni katonai alakulatok. Komáromból nem tudtam, hogy hova menjek. Fogalmam sem volt arról, hogy hol élnek a szüleim. Egyetlen egy fix... Hely volt a családnak a Magyarországi, akkori Csonka-Magyarországi területén. Fonyódon volt a nagyszüleimnek egy házuk, egy nyaralójuk. Én abba bíztam, hogy ez egy olyan cím, ha ezt fölkeresem, ott valakit mindenképpen találok annál is inkább, mert édesanyám testvérei között volt egy nővére, aki soha nem ment férhez, aki mindig otthon maradt, otthon lakott, és ő neki nem is lehetett volna út lakása. Tehát nagyon joggal bízhattam azon, hogy itt valakit az édesanyám családjából találok. Ezért aztán Komáromból annak idején a háború utolsó, vagy a háború utáni években a vonatokon utazni olyan volt, hogy még a vonat, a, a vagonoknak a teteje, a lépcsők, az ütközők is tele voltak emberrel, mert hiszen egyszer-egyszer indult, csak nagy ritkán egy-egy vonat. Na így indultam én el Komáromból Székesfehérvárra onnan ö, lefelé Fonyódra, ö, Fonyódon leszálltam és gyalog indultam hazafelé a ö, Szent István útjának a nem is tudom hányas számú házába, ö, ö, való régi családi házba. A ház ö, egyik oldalán volt az útnak, a másik oldalon vele szembe egy, mi mindig alsó kertnek neveztük, egy ilyen zöldséges kert, és ahogy közeledtem, felismertem nagynéném fáradt és görnyedt alakját, ahogy az úttestem keresztül vág. Ez volt az az első pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most már hazaérkeztem. És a szüleivel hogyan találkozott? Nagynéném első szava az volt, hogy a szüleid élnek valamennyien, anélkül, hogy köszönt volna, gondolta, tudta, hogy ez érdekel engem leginkább. Szüleim akkor, mivel édesapámat Losoncról kitelepítették, itt Magyarországon viszont a svábokat telepítették ki, ő kapott Nagykovácsiban egy svábok után itt maradt házat, egy parasztházat, abba költözött bele öcsémmel és a feleségével, és hát ott gazdálkodtak. Ezt a címet tudtam meg nagynénémtől, és miután a helyi formaságokat elintéztem, mert be kellett jelentkeznem megérkezésem után a járási székelyen, elindultam vissza Budapest felé, hasonlóan viszontagságos vasútutazás után, Budapesten a nyugati pályaudvarról mindenféle elérhető közlekedési eszközt megragadva a Nagykovácsiba induló autóbuszra, és azzal, mivel a címet már tudtam, érkeztem be Nagykovácsiba, és az első keresztutca végén volt az a ház, ahol Szüleim laktak, indultam föl a hegynek. Nem lehet kimondani azt az érzést, hogy milyen volt, miután semmiféle híradás másfél éven keresztül, semmiféle értesítés nem volt, amikor ott újra találkoztunk. Így zajlott le. Én azt üzenném az utókonnak, hogy higgyék el, amit mi elmesélünk, mert az való élet volt. Nagyon sokan az én saját gyerekeim, unokáim és e, látom a szemükön, hogy kételkednek, hogy ilyen nem is lehet. Hát igen lehet, ilyen volt, ilyet mi végigéltünk, megéltünk, és túl is éltünk. Ez az üzenet.